reggelt. Szia. Szia. Megbűnhődött, letöltött a büntetését 13 év után, hogy érzi magát? Ki fogja elfizetni a családnak? Legközelebb Szibériába fogunk találkozni! Szibériába? Mi az, hogy anyádat? Mi az, hogy anyádat? Jó megbánták ezek is. Azt mondja, hogy anyádat. Na, mindjárt még balesetet is okoznak. Na hát látszott, hogy mennyire bánták meg, mi? Azt mondja, hogy anyátokat. Ezek se 50-nel, nem 50-nel hajtottak el. Lehetünk? Jó, hát mi az álláspontjáról az esetről? Miért tartotta fontosnak azt, hogy eljöjjön ide ma hajnalban? Azért, mert fölháborítónak tartja a Mi Hazánk mozgalom, hogy mindössze 12 évvel a szörnyű lincselés, a gyilkosság egy tisztességes tanárember agyonverése után szabadlábon távozhatott, jó magaviseletre hivatkozva ez a gyilkos, és látható volt, hogy egyáltalán nem bánták meg, nem megbánást láttunk rajta, illetve a rokonain, hanem agressziót láthattunk most is. És hogyha Mi Hazánk egyszer kormányon lesz, akkor az ilyen elvetemű gyilkosok életük végéig egy szibériai börtönben fogják végezni.